Üdv mindenkinek, sziasztok! Ma a Fuchstek MFS 520-ös fűkaszát szeretném bemutatni nektek. A gép most lesz 6 éves, hát igazából 5 szezont ment. Elvileg 52 köbcentiméter, de mindjárt megmutatom az adattábláját neki, ha egy kézzel megbírom emelni. Igen, itt látható, hogy 52 köbcenti, 2014-es gyártás, és 9000-es fordulaton dolgozik. Most ez a Fuchstek, ez ugye egy olyan márka, ami hát maga a gép, aki ugye látott már fűkaszát, az ránézésre totál ugyanolyan, mint a piacos, bármelyik kínai. Hát, hogy minőségben mennyi különbség van, azt én nem tudnám megmondani igazából. Elvileg van, de hát ezt így ránézésre nem lehet megállapítani. Hát az eddigi tapasztalatokról annyit, hogy igazából, ami probléma volt vele, gyújtást kellett rajta cserélni, karburátort is kellett már rajta, hát elég lett volna felújítani, de ugye egy karburátor is elég olcsó hozzá, úgyhogy inkább vettem egy újat, mint hogy felújítgassam. Ja, üzemanyagtankot kellett már cserélni. Itt ugye azzal az a baj, hogy ott, ahol fogja az a csavar felfogadásnál, ott mind a kettő szétrepett, mivel úgy indítottam be régebben, hogy így rátámaszkodtam, és akkor ugye úgy húztam a berántót, hogy közben támasztottam. Hát ezt az üzemanyagtank nem bírta, ezt a megterhelést, úgyhogy ott felfogadásnál szét is repett. Egyébként, amit csináltam még rajta, az annyi, hogy 3 szezon után szétszedtem. Levettem róla a hengert is, kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki belülről. Mivel ugye, hát eleve túl volt kicsit etetve, meg nem is olyan magas fordulaton használtam, mert hát olyan terepet nyírok, ahol csak így igazából keveset tudom mondjuk nyílgázol használni, pedig ugye a két üteműnek az lenne a jó elvileg. Hát 3 év után hát elég rosszul nézett ki a belseje, tiszta kox volt az egész, dugattyú teteje, hengerkupola, a csapágyak tele voltak ilyen koxos dzsuvával, úgyhogy végül is teljesen szétszedtem, kapott új minőségi japán csapágyakat, jó minőségű szimmeringeket. Azt nem tudom, hogy lehet, hogy akkor hát karburátort azt nem tudom, mikor vettem rá. Ja, meg azóta nem használok fél szintetikus olajakat, csak teljes szintetikust a benzin keveréshez. Aztán tavaly nyáron megint csak szétleszettem a hengert, megnéztem, mi a helyzet, de így most már lényegesen jobb, mióta szintetikus olajjal keverem a benzint. Ja, meg utána állítottam a karburátoron is, hogy ne olyan dús üzemanyagot kapjon, hanem kicsit vettem el neki a kajából, és így már igazából tökéletesen nézett ki a henger dugattyú 2 év használat után. Kompresszió az nagyon jó benne a mai napig. Hát a levegő szűrője ez ennek is ugyanaz, mint az összes kínainak, csak egy körszivacs van benne, aztán ennyi. Ugye a szívató felirat az ugyanúgy fordítva, mint az összes kínain.
hogy ez azért állítólag jobb, mint egy natur kínai, csak nem lehet megállapítani, hogy miben vagy, hogy én legalábbis nem tudom. Maga az ergonómiája az borzasztó neki, nagyon ráz a gép. Tehát egy fél óránál többet vágok vele, akkor hát így ilyen enyhe fájdalom, zsibogó érzés van utána karjaimba munka után. Ugye ezek a fogantyúk is, hát próbálkoztam, hogy ide ilyen gumit beraktam, de ez is totál ugyanolyan, mint a kínaiaknál, hogyha szakadásig húzod a csavarokat, akkor is kimozgósodik, kilazul, elforog, ami azért elég idegesítő tud lenni. Nagy a lényeg ennek, hogy itt középen szétszedhető. Mondjuk azt már elrontottam el, mert volt itt egy ilyen tekerő, amivel föl lehet lazítani, de most már szerszám kell hozzá, elvileg. Vagyis eredetileg szerszám nélkül ketté lehet szedni, ugye a nyelén, és szállítást az nagyon-nagyon megkönnyíti, ami jó dolog szerintem. Hát a szökhajtásra rá van írva, hogy japán, most öngyúvás, hogy nem látszik, de hát azt kétlem, hogy bármi köze lenne Japánhoz neki. Ugye a gyári Damir fej az viszonylag gyorsan elkezdett töredezni, aztán egyszer csak szétesett atomjaira. Aztán vettem hozzá egy 20 kvarna Damir fejet, egy T-35-öst. Hát kb. Az is egy évet bírt ki nálam. Hát az nem tört el, hanem egyszer csak elkezdte magától kiadagolni a Damirt. Aztán az egyre sűrűbben fordult elő, ugye a végén már folyamatosan adagoltak, így már nem lehetett vele dolgozni. Aztán, mondom már, ha az is egy évet bír a márkás, akkor utána, már nem is én vettem, csak vetettem egy rossz kínait, az nem bírta Strauss márkájú Damilfe, az nem bírta egy fél óráig szerintem, azzal nem is tudom már mi lett, de fél óra használt után teljesen tönkrement. És akkor utána vettem ezt, hát ez is valami kínai, de ez egy kicsit drágább, azt hiszem, hogy 3000 forint körül volt. Ilyen elég nagy. Elég nagy átmérőjű. De ez most már sokáig bírja. Kicsit nehéz megtölteni, de így is bírja a gyűrűzést, úgyhogy idáig még ez a legjobb, amivel találkoztam. Néha kést is használom, de annyira nem jellemző. Hámot azt viszonylag normálisat adnak hozzá. A Fuchsteknél nem csak ez a sima válpánt, hanem ilyen rendes mind a két vára fölvehető. Az egyik havarom megvette ennek az újabb verzióját, ami most is kapható, ilyen 40-valahány ezer forinti, annak. Hát azon már vannak fejlesztések, szemmel láthatóan, meg annak a hangja is sokkal jobb, mint ennek. Nem tudom majd neki hosszú távon, hogy üzemel, hát biztos jobb, mint ez, gondolom. Ja, meg ennek a kipufogójában már valami letört belül, és így csörög benne. Na most pont annyira nem is hallatszik. Most. Remélem hallani a videón is. És akkor ez így azóta csörög, de hát most ezért nem fogom lecserélni a kipufogót. Úgyhogy összességében amúgy jól működik a gép, az, hogy nagyon-nagyon kényelmetlen a használata. Úgyhogy nem irigylem azokat a
az embereket, akiknek ezzel ilyen egész napokat kell dolgozni, mert biztos nagyon kényelmetlen lehet. Na, ez tavaly ősz óta áll, úgyhogy most töltök bele benzint, aztán megnézzük, hogy beindul-e. Így tavasszal. Úgyhogy meg is töltöm, aztán csinálok egy próbaindítást. Második rántásra indult, hát a hangja ennek nem valami jó, de még működik, főleg így alapjáraton elég rossz, kicsit csörög, azt nem tudom, hogy mélyen, de működik. Hát azt hiszem nagyjából elment, mondtam mindent, igazából mennyire éri meg egy ilyen kategóriás fűkaszát venni, ami már ugye nem a legalja a kínaiaknak, hanem vannak ilyen Hecht, Démon, Ruris, ugye Fuchstek. Hát a fene tudja. Aki megengedheti magának, én azt mondom, hogy vegyen normálisat, a saját munkáját könnyíti meg. Még például ebből is most, ahogy indítottam itt a gumi mellett, már nyomta ki az üzemanyagot. Úgyhogy hát a kínaiak ilyenek, mindig van valami gyíkjuk. Hiába, ha fuchstek, ha nem. Úgyhogy aki megengedheti magának, én azt javaslom, hogy normális minőségűt vegyen. Mit tudom én, ez ugye, ennek az utódja most 45 ezer forint. Mondjuk a Husqvarna-nak a legkisebb profi gépe, ami ilyen otthonra, ennyi munkára, mondjuk, amit én csinálok ezzel, arra tökéletes lenne, az 120 ezer.
Hát háromszoros ár, de azzal elvileg nincs szenvedés egy jó darabig. Míg azért ezeken időről időre valamit csinálni kell. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!